Feljelentésekkel és akciókkal zárja a nyarat a tiszapárt, párt. Feljelentést tesznek az állami irodavásárlások és az egészségügy szerintük betegekre veszélyes állapota miatt, jelentette be Magyar Péter pártelnök. Azt is közölte, hogy felülvizsgálati indítvány terjezben, mert az ügyészség lezárta azt a nyomozást a völner sadül ügyben, amelyben Magyar Péter szerint a kormánytagjai tagjai befolyásolták volna az eljárást. Talán a legnagyobb korrupciós ügye az utóbbi évtizedeknek Magyarországon. Hiányosságokat talált, ezért felővizsgálati indítvány terjedt be a bíróságra Magyar Péter a Völnás Ezt jelentette be a Tiszapárt elnöke a sajtótájékoztatóján. A határozat indokolása, okfejtése alapvetően téves, meg közvetlenül vezetett az eljárás jogsértő megszüntetéséhez. Az ügyészség múlt héten zárta le azt a nyomozást, ami februárban a Magyar Péter által elmondottak, valamint Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetésének hangfevételén alapult. Az ügyészség határozata úgy értékelte, hogy senki sem befolyásolta a nyomozást, szerintük Rogán Antal kabinet miniszter utasítására sem történt ilyen. Völner Pál egykori igazságügyi államtitkárt és Adő Györgyöt, a végrehajtói kar elnökét korrupcióval vádolja az ügyészség. A Tiszapárt ezen kívül feljelentést tesz a 600 milliárd forintos állami irodavásárlások miatt is, amit túlárazott beszerzésnek tartanak a vásárlásra, azon kívül, hogy titkos kormányhatározattal került sor, teljesen feleslegesen egy egészségügyi válsághelyzet és egy gazdasági válság kellős közepén, a piaci árat jelentősen meghaladó áron történt. Az elmúlt hetekben Magyar Péter több alkalommal látogatást tett európai parlamenti képviselőként hazai kórházakban, ahol hiányosságokat tárt fel. Többek között a nyári hőségben szerinte fertőzés veszélyes körülményeket, nem megfelelően működő klímákat mutatott be. Magyar tevékenységét Takács Péter egészségügyi államtitkár, idézem, clickbait politizálásnak minősítette, és hangsúlyozta, az ismert problémákon dolgozik az egészség irányítás. Fejlentést teszek, ahogy már említettem, múlt héten az egészségügyben tapasztalható állapotokban, a a a állapotok miatt. A Tiszapárt elnöke szerint a betegekre veszélyes állapotok miatt mulasztás és gondotlan veszélyeztetés gyanúja merült fel. A párt EP- képviselői a jövőben hasonló látogatásokat terveznek kórházakban, Szociális és más közintézményekben. Magyar Péter a jövőben egy digitális gyóntatószéknek keresztelt internetes felületen várja a kormánypártokra terhelő ügyek lakossági bejelentéseit. Elindítják az úgynevezett Ludasmatya alapot, amiből a párt képviselőinek adományaiból segítik a rászorulókat. Írtunk az egészségügyi államtitkárságnak is, de adásunkig nem reagáltak megkeresésünkre.